Sziasztok! Megpróbálom elmagyarázni egy videóban, most már kicsit összeszedettebben, hogy mi történt. Aludtam ma 3 órát, nem sokat, úgyhogy figyeld a hajamat, azt, ha így csinálok, így áll. Na, mi van? Na, esze kompotot, ott van fölvágva, de mindegy, ha onnan esik jól, onnan. Vegyék ki egy villát, hogy ki tud pecázni, nem az üvegből. Nem? Jó, van, ott van egyébként a tányér a fésűködő asztalon, fölvágva gombot, kompot benne. Ott. Na, utána jöjj vissza a fotelba. Na, történt az, hogy szombat délután takarított, nem. Kim volt nálunk az ügyelet, ugye, mert Aniki rosszul lett, és felhívtam az ügyeletet, hogy jöjjenek ki, le van sápadva, majdnem elájult minden. A napokat nem tudom elmondani, de szerintem ez valamikor hétvégén lehetett. Nem tudom elmondani a napokat, mindegy, azt hagyjuk is. Kijött az ügyelet, és mondtam, azt mondja, hát mi történt? Hát mondom, nem tudom. Ugye a gyerek bent játszott, és mondom, hogy csöndbe lett, és mondom, bemegyek, megnézem, és feküdt az ágyon, és teljesen le volt sápadva. Sápadva Niki, meg minden. És jó, kijött az ügyelet, megnézték, és az volt a furcsa, nem bírt lábra állni. Tehát mondtam neki, hogy hánynod kell, gyere, kiviszlek, gyere, segítek, minden, megmostam az arcot, és nem tudott lábra állni, csak így lábújjegyen tudott odaállni. Közben így sétál, és ügyesen menjél vissza, ügyes vagy. És mondta, hogy hát ez kicsit be van, meg van erőltetve. És hát mondom, de nem tudom, ez lehetett a baja, azt mondja, igen, a fájdalomtól volt így elsápadva minden, és fogtam. Mondom, jó, és mondom, mivel kezeljem, mondom, elnézést, nem tudtam hirtelen, hogy mi a baj, azt mondja, nem, semmi baj. Mondta, hogy hát mondom, nekem flektorom van itthon, azt mondta, az nagyon jó, kenjen be, és adjak neki be egy alkopirint most, míg itt vannak, és akkor elmentek, elköszöntük, minden. Ugye kezeltem, borogattam, minden, másnap, és akkor harmadnap is, minden rendben volt, kezdett lehúzódni a térde, minden, és szombaton, 5 óra fele, mondom, ugye, hogy hát most kint volt az ügyeletnek, minden, mondom, kijövök itt a konyhapultot összetakarítom, mert vacsorát csináltam, meg elmosogatok, meg ugye azok a teendők, hogyha jön esetleg megint valami, akkor ne legyen már kupi, mert azért már az, jó, tudom, hogy nem azt nézik, de azt csak érted. És úgyhogy összetakarítottam, és benéztem, hogy a Niki mi van, és én láttam, hogy itt oldalt ugye a falnál van a kanapé, és ül a gyerek rajta, és néz rám. Mondom, mi te ültél, Niki, de nem szokott soha odaülni. Mondom, jó van, ücsörök, én mindjárt jön anya. És mondom, még te mindig itt ülsz, bementem, és a gyereknek fönn volt a lába a kanapén, és kint volt a térde. És ahogy én így megláttam, így ordítottam egyet, hogy Úristen, és én így stresszbe kerültem, és fogtam gyorsan a telefonomat, és nem tudtam, nem találtam se a billentyűzetet, semmit rajta, annyira stresszbe voltam, és hát ugye minden telefonnak ott kint megnyomod, ott kívül a kijelzőt, és ott volt segélyhívás, de hát annyira nem tudtam. Mondom, felhívom anyukámat, elmondom, nem idegesítem, hívom a mentőket, és majd utána ráérek. De annyira még a hatás alatt vagyok, még most is, hogy jaj. Majd elmondom, hogy miért. És akkor kihívtam a mentőket, ezért tartottam neki a lábát, de mivel pakolnom kellett ugye össze, így rohangáltam. Tehát, hogy a cuccokat, hogyha benne kell maradni, azért legyen nálam pénz, ugye, mit tudom, nem szabad Niki leszedni? Kincsem, mindjárt pillanat, kincsem, úgy tedd le. Úgy, ügyesen. És pakoltam itt kávét, kanalat, ugye, ami kell egy kórházba. Hát de jó, összepakoltam, aztán ugye kijött a mentő, nyitva hagytam itt az ajtót, mert egyből ahogy hívtam a üzét, a 112-t, én egyből lögtem a címet, nevet nem is mondtam, csak címet, úgyhogy nevet nem is tudtak, úgyhogy idejöttek, azt megnyomtak, gondolom egy kaputelefont, az beengedte őket valaki, és akkor jöttek itt befele, kinyitottam a bejárati ajtót, minden, és akkor
mondtam a mentősnek, hogy visszament. Azt mondja, visszament, jó, van, nem baj, megvizsgáljuk, megnézzük, hogy mi van, és akkor megvizsgálták, visszament a gyerek lába, úgy segítettem neki hajtogatni, teljesen rendben volt a lába, minden. És másnap pont ugyanabban az időpontban ültünk, én az ágyon ültem, Nikikém nem szabad, azt tudod, én az ágyban ültem, ő pedig a fotelba, és icipici megmozdult a lába, és láttam, hogy ő itt csinált. És nem mondom, ez megnézem, és megint kint volt, de akkor már nem ment vissza, hívtam a mentőt megint, én hülye kipakoltam a táskát, hát ki gondolta volna, sose voltam még így, hogy ilyen sérülés van, és nem tudtam, hogy mit kell csinálni. Így összepakoltam, össze-vissza minden hülyeséget hallott, és nem figyeltem oda, a pénz legyen nálam, ez volt a lényeg, minden, akkor innen jött a mentő, és egy ilyen sínt raktak a lába alá, levitték székbe, mert az első lakom, és bementünk a Honvéd Kórház sürgősségi osztályára, vittek, és ott, figyeld a hajamat, begipszelték, és hát ugye mondták, hogy ilyen vérhigítót kell kapnia, hogyha be van gipszelve a lába, és hát ugye a Nikinek volt egy olyan problémája, hogy székelésnél sajnos vérzett, és azt hittem, hogy aranyjele van a gyereknek, és szóltam, hogy van egy ilyen problémám pár napja, hogy vérzik így ilyen székelésnél, hogy ugye gyógyszert fog kapni, nehogy valami baj legyen, én meg ugye nem szólok, most azon is idegesítsem magam, így is mindenen idegesítem magam. Aztán mondták, hogy jó, akkor most ugye begipszelték a lábát, és ugye nem maradt nyugton, ezért kapott egy vagon nyugtatót, hogy ugye meg tudják csinálni a röggent, mert röggenezni kellett. Na, Mizu, kijött megint. Na, úgy itt ötöntsek, vagy picit várjál. Kérsz? Hát de ott van bent! Na várjatok egy pillanat, közben így felállok. Gyere, édesem! Hát akkor kiszedem én neked az üvegből, ha te nem tudod. Itt egy tányér, itt van. Kiszedtem még kettőt, így megeszed? Na, egyed akkor egészségedre. Gyere is akkor, mindig egyél egy kicsit belőle, jó? Vagy be is viheted. Bevigyem neked? Beviszem neki mindjárt. Közben mondom, jó? Na, ott tartottam, hogy ugye kapott nyugtatót a Niki, mert nem maradt nyugton, és ugye egy röggent azt meg kell csinálni. Tessék édesem, így meg nem kell neki, jó, visszük vissza, ennyi. Na, úgyhogy kapott egy vagon nyugtatót, nagyon nehéz éjszakán volt, 6 órától voltunk bent, nem maradt nyugton, kegyetlen küzdelmet csináltam végig, mert ugye fekve kellett tartani, közben elvitték őt ultrahangra, megnézték a hasát, meg a beleit, meg mindent, ugye, ahogy szóltam, hogy van ilyen probléma, úgyhogy akkor utána megvizsgálták őt végbélen keresztül, ugye, hogy a vérzést megnézzék, hogy van-e friss vérzés, nem volt, úgyhogy én meg csak így lestem, hát mondom mindig, és mondom most meg nagyon is, úgyhogy mondom már ideges is voltam, és azért akartam én a gyereket magámba vinni, nem azért, mert felvett a pénz, csak hogy hát ugye, hogy ezt a vizsgálatot hogy fogja hagyni, mert az nem olyan, hogy te odamész, és akkor fogod, megmutatod, és akkor megvizsgálnak, és kell kibírod, mert muszáj kibírnod, hanem olyan azért más. Úgyhogy megvizsgálták, és emiatt ugye nem haza, hát azt sem tudom, hogy jöttem volna a sürgősségiről haza. Na mindegy, és nem szabad, hello, nem szedjük le, nem, ne szedd le, mert dörzsöli a bokád, és azért van odaragasztva. Így, mi, úgy, nem szedjük le, és haza. Nem hazajöttünk, ugye, hanem jött értünk egy mentő, de az örökké valóság volt. És amennyi segítséget én ott kaptam, figyeltek ránk. De tényleg úy mindenkire. Olyan, mint a vészhelyzetben egyébként, így kint voltak a folyosón a betegek, és akkor ilyen önműködő ajtók voltak, és akkor akit vizsgálni kellett, azt betolták oda, és akkor adtak neki nyugtatót, mindent adta, megnézték őt, megvizsgálták őt, ne szedd már le, léci! Jaj, majdnem elcsúsztam! Igaz kell még nekünk. Ez azért van itten,
hogy ne, itt, hogy ne piszkálja a lábadat, mert itt dörzsöl ez a gipsz téged. Tudod? A mama azért ragasztotta oda. Na, és fogtuk, és ahol tartottam? Ja, hogy hát, igen, ott nagyon nagy küzdelmeken mentem keresztül, nem akart nyugton maradni semmi, kapott egy csomó nyugtatót, és akkor végre mondták, hogy hát mikor jön már mentem, hogy se kaja nálam, semmi, na, nem megyek most sehova, még ki egy kicsit bírt ki, mennyibe ott van a alma kompót, ott van üdítő, narancsüdítő, egyél, Niki kéje. Úgy. Aztán menjél be. Mindjárt fölveszem, aztán megyek én is be, jó? Na. És akkor nagyon nagy küzdelem volt. Végig csináltam, ugye este 6-tól éjfélig, és aztán végre jött, aztán így szóltak ott valakinek a kísérője, láttam, hogy szólt, és az egyik orvosnak, vagy ápolónak, vagy nem tudom ki. Niki, ne szedd le! Ne szedd le, semmit nem tudok egyébként csinálni, itt ülök a széken, itt ülök, mert csak akkor tudom, ha anyu jön. Én ezt nem tudom, hogy hogy lett ide ragasztva, de ne szedd le. Na, és végig csináltam ezt az egészet, és ugye valaki szólhatott, hogy hát ő itt törjön meg minden, és akkor mondta neki az, akinek szólt, hogy hát ez nem úgy van. Nem úgy van az, így mondta, és akkor félretolták a Nikit, volt egy ilyen függönyös kis rész, és oda félretolták a Nikit, én már akkor kértem egy széket, mert a derekamat nem ér. Fejezd be! Ne veszek egyetek, de meg ne ugrálj a fájós, jó van, semmi gond, ne ugrálj a fájós lábára. Hát nem veszekszünk. Ülj le, Nikikém, tablettolja. És akkor volt egy ilyen kis viccak, szóval már mondom, ne haragudjon, mert nem akarok szemtelen lenni, de kérhetek egy széket, mert mondom, már nem bírok állni. És adtak egy széket, közben így, amikor még így nyugodt volt a Niki és aludt, akkor, mert így mindig megébredt, és ez volt a baj, nem aludt végig, de aztán mondom, valami kaját, mondom, kell vegyek, mert már fájt a fejem, víz volt nálam, kaja semmi. Úgyhogy fogtam. És ott volt egy néni, mondom, hát ha fő tudja váltani, hogy 10 000-est elvittem, ugye? Mert készültünk a fogászra. Nem szedjük le, no. Niki, nem. Tessék hagyni. Nem, ezt nem szedjük le, úgy. És akkor mondom, fő tetszik tudni váltani, azt mondja, nem, mert pont 8500 forint, jó. Mondom, jó, azt mondja, de hát ad nekem 800 forintot, nagyon aranyos volt a néni, mondom, dehogy is. Hát mondom, én nem fogadom el a nénitől azt a pénzt, mert mondom, nem. Mert én nem fogadom el, így mondtam neki. Aztán mondta, hát jó van. Azt mondja, akkor adok korpovit kekszet, az volt nála. Mondom, te érzékeny vagyok. Hát abban azt mondja, nincs tej. Tudod, ez a duma, nincs semmi beteg. Ez bírom. Aztán belementem éjszaka egy teljes dologba. Nem szabad ezt leszedni, Nikike. Őt, rakd le a lábadat. Na. Aztán a végén adott kekszet, úgyhogy ezzel elvegetáltam két ilyen kis, hogy hívják azt így, ami a keksznek a dobozában van, két ilyen sor kekszel elvegetáltam, ittam rá vizet, azt mondom, jó van, valameddig elég. Aztán jött értünk, mire abba a ficakba bekerültünk, addigra már jött a mentő, mert ugye kaját venni nem tudtam, mert 10 000 sem volt, és csak automata volt, abban gondolom mindenben tej volt, úgyhogy Niki, ne! Jó van, egy pillanat, vissza kell tenni neki. Jaj, hát nagyon nehéz egyébként így. De hát kivírjuk még pár napig. És akkor kap körgipszet. Na. Jó, hogy nem most ki, ne piszkáljad. És akkor átkerültünk, ugye, hogy ezt a aranyér, vagy ilyen hátulról való vérzés, hogy úgy mondjam, egy kórházba, hogy nézzék meg, hogy mitől van ez, mert ugye, akinek gipszben van a láb, vérhigítót kell, hogy kapjon, vérhigító injekciót, várjál, mutatom, ezt kapja, na, pont nem jó, ezt kapja, és mit akartam mondani, átkerültünk egy kórházba, Szent
Szent, majd mentünk a Margitba, ugye Szentendre Margitba tartozik. Mi van? Szentendre Margitba tartozik, és oda mentünk el, és onnan elutasítottak, mert nagyon sokan voltak az osztályon, és tele volt. Úgyhogy onnan mentünk a Szent Imrébe. Szent Imrébe olyan furcsa volt, mert nagyon aranyosak voltak, az összes mentős nagyon aranyos volt, tényleg, segítettek mindenbe, el lefoglalni a Nikit is mindenbe, és mentünk onnan a Szent Imrébe, ugye, a Honvéd Kórházba voltam a sürgősségén, és onnan kerültünk át a Margitba mentünk, Margitba lezavartak, és akkor mentünk a Szent Imrébe, és akkor ott a sürgősségi osztályon kizártak engem a folyosóra, hogy ide nem lehet bejönni, másnak ez egy ilyen, ez nem olyan osztálymegizés. Én lestem megriadva, és leültem. Aztán megvizsgáltak, szerintem a mentősök intézték el ezt a dolgot, hogy hát azért ő nem fog egyedül ellenni itt, és azért vagyok én ott, hogy segítsek. És ízé, meg minden, és utána szóltak, hogy jöjj, vagy jöjjek be. És akkor már Niki le volt fektetve, aludta Niki, kellett, hogy adtak neki még egy adag nyugtatót, nem tudom, mert nagyon bealudt. Próbáltam aludni, és nem tudtam. Aznap éjjel mellé feküdtem, ugye meg ne induljon a fájós lábával, vagy nehogy leszedje a gipszet. Aztán, tehát akkor ott ugye ultrahangon mindent megvizsgáltak, meg vérből is minden, és akkor Szent Imrébe átkerültünk, és akkor néztem, hogy van ilyen osztály, amit nem lehet bemenni, hogy milyen osztály lehet ez. Nem volt kiírva semmi. Aztán a végén kiderült, hogy ez egy sürgősségi, ahova így minden beteget fölvesznek. Oda vannak kórtermek, és akkor reggel viszik őket a, mit tudom én, a neurológiára, volt ott egy idős néni, ő nagyon aludt, akkor volt a másik ágyon egy másik néni. Na, és akkor a Szent Imrébe kezdődött éjszaka a dolog, hogy volt ott egy hölgy, ő sztrókot kapott, és ez csak így izét, így nagyon figyelt engem, mondom, jó estét. Azt mondja, jó estét. Azt mondja, ne csukd már be a WC ajtót. De mondom, ne csukom, mert úgy fázok. Ő farmén nadrág volt nálam, rajtam, nálam. Úgyhogy mondom, én nagyon fázok, éjszaka meg minden. És ez aztán úgy jó van. Ennyi volt, és akkor fogta, és egyszer csak lefeküdtem, hallom, Marcsi, gyere már ide. Hát mondom, milyen Marcsi, kinek beszél ez? Mondom, hova hoztak? Mondom, ez valami, esetleg valami pszichiátria, ugye, hogy addig problémás, mert mondom, zárt osztály, vagy mondom, hova hozhattak? Mondom, milyen nem olyan osztály, meg az egészet nem is értettem. És akkor mindig mondta, Marcsi, gyere már ide, mert ki volt kötve a néni, mert verekedett nagyon, azt kikötötték, és ott balhézott, aztán szóltam neki, hogy jó van, most már aludjál, és akkor kivitték onnan, kitolták egy másik kórterembe, vagy egy a folyosóra, és akkor ezt így csönd lett, de nem tudtam aludni. Ugye ez a hülye alakzatban volt az ágy, és ugye az nekem pont nem jó a nyakamra, mert tényleg kurva kényelmetlen volt, bocsánat, az csúnya szója. És fogtam, és aztán ugye így elvegetáltam, Niki nagyon jól aludt, egész végig csak én nem tudtam. Kértem valami kenyeret, ugye, mondtam a hapsinak, szerezzem valamit, elengedett, hogy tedd rá másikat, így is tablettozzál. Na, és akkor hozott kenyeret, mondtam, tejérzékeny vagyok, jó egy ízelőlemre is minden. Azt mondja nekem, hát semmi nincs, de kenyér van, nincs benne tej. És ugye hát én ott sötétbe fogtam, gyorsan begyűrtem két szemetet, ilyen toszt kenyér volt az elspagetti. És így, ugye majd reggel volt, már fölkeltem, ha valahogy nem tudok, mondom, itt szenvedek, mondom, fölkelek inkább. Már reggel volt, megkérdeztem, mikor visznek el innen minket, meg minden. És nézem a kenyeret, hallod, tejsavó. Jaj, mondom, végem lesz, agyomrom, kuruttyolt. Tele voltam széllel, minden mondom, csak a migrén ne törjön rám, mert itt halok meg, de nem. Úgyhogy nem volt semmi baj. Aztán ott olyan 10 óra fele jöttek, hogy hát jó napot kívánok, van egy rossz hírünk.
mivel ugye én nem a Szent Imrébe tartozok, meg a Niki se, hanem mivel szentendélyek vagyunk, így a Margitba tartozunk, és így átszállítanak a Margitba. Hát nem mondom, éjszaka, nem szabad leszedni, édesem, menj a vécére, mész. Na, akkor egyél kompótot, de nem szedjük le, nem szedjük le. Ott van még, mert mindjárt szeretnék neked. És mit akartam mondani, hol tartottam? Ja, hát is mondom. Hát mondom azt, hogy elmondom, este zavartak onnan. Mondom, hogy nem maradhatunk, mert ott csak ilyen speciális eseteket fogadnak most, mert teli van, meg minden, meg Covid van, ugye. És aztán másnap megfogadtak, átmentünk oda, kaptunk egy ilyen folyosó végén egy tök jó kis kórtermet. Igaz, hogy valamit csináltak ott, azt egész nap ütöttek valamit. Úgy, de így szakaszosan tudtam én is aludni, ugye Niki aludt a sok nyugtatótól. Ugye nagyon jó volt, hogy két napig aludtunk egész nap. Aztán harmadik nap, azt hiszem két napig voltunk ott, de lehet, hogy csak egy, mindegy. És aztán jöttek, egy napig voltunk ott, és másnap éjszaka szóltak, hogy feloltották a villanyt, és fölébredtem, ugye, és megkérdezték, hogy a gyerek elmegy vécére. Mondom, igen. Na, mondom, akkor itt lesz valami. És mivel, hogy ugye Niki autista, és az a vizsgálat, ez a vastag béltükrözés, ez úgy történik, hogy kapsz egy kupot, egy légyszerényes kupot, ami kipucol. És mivel ott hirtelen csinálták, és ugye ez két napos dolog, így nem kupot kapott, hanem kapott egy beöntést, és hát utána vécére kellett menni, és akkor kipucolódott, ugye, és akkor levittek minket, tök jó volt, mert ott voltam a vizsgálat alatt, elaltatták a Nikit, úgy csinálták, hát így bódítás, ilyen enyhébb altatásban volt a Niki, és akkor láttam mindent, a felvételt, mindent, hogy nincsen semmi baj, hanem valami kis horzsolás van neki, és az szokott megrepedni, és ez okozza a problémát, de ugye azért kellett szóljak, mert nem akartam, hogy most itt beadnak egy ilyen vérzés, mi ez? Vérhigítót és belső vérzés. Mondta az orvos is ott a sürgésségén, hogy hát igen, az nem jó, hogyha belülről vérzés van, mert akkor ezt az injekciót nem lehet használni, úgyhogy szerencsém volt megint. Na, és akkor meg volt ez a vizsgálat, hogy éjszaka jött a fekete leves megint, nem aludtunk egész éjjel. Egyáltalán tudtam, hogy altatás után ilyen lesz, mert ilyen szokott lenni. Nem maradt nyugton, sétált, ki akart menni a kórteremből, meg minden, de nem engedtem. Úgyhogy aztán ott elsétált, járkált a vécére, meg minden. Mondtam, feküdjünk, de nem akar. Aztán másnap megint jött a fekete leves, hogy a 024-es, mit tudom én, milyen szolgálat. Megkérdezték, amikor bekerültük, hogy mire szeretnék hazamenni pénzessel, vagy van ez a 024-es. És akkor mondtam, hogy hát már nálam nincsen pénz, úgyhogy legyen ez a 024-es. És mert ugye azért 830 forint egy szendvics, de rossz volt, ilyen, azt még már nem tudom, melyik kórházba vettem, úgyhogy hagyjuk, ilyen tojását, tehát szendvicset vettem, mert ugye láttam, hogy vizes zsemlébe van, mondom, az oké is lesz, de nagyon rossz volt. 830 forintot vettem kettőt, mondom, ezzel valameddig el vagyok, vettem egy Pepsit, nem tudom, egy ilyen 3000-eket vettem ott. Úgyhogy, hát igen. És akkor ugye utána nem aludt, meg minden, aztán megint mentem a büfébe, ott már semmilyen tejmentes cuccot nem tudtak nekem összeállítani. Semmilyen tejmentes dolog nem volt, úgyhogy kekszen éltem addig. És akkor jött ugye a fekete leves, már háromszor mondtam el, hogy nem jött az autó. És mondom, hát ez az autó mikor szokott jönni? Éjszaka is azt vártuk. Hát azt mondták, hogy lehet, hogy éjszaka jön, lehet, hogy reggel jön, lehet, hogy akár. És aztán másnap közölték, hogy lehet, hogy ez az autó csak, mert vasárnap volt. Ma hétfő van, szombat volt, vagy nem tudom, mindegy, alapokat hagyjuk. És akkor, hát mondom, ne haragudjon, de hát azt mondták, lehet, hogy vasárnap jön, lehet, hogy hétfő, lehet, hogy kedden, lehet, hogy szerdán, lehet, hogy csütörtökön, majd amikor ide él.
És mondom, úristen, kezdtem telefonálgatni. Anyuval telefonálgattunk, sajnos senki nem tudott értünk jönni. Nem szabad! Hello! Nem szabad! Menjél, hova? Mész kompótozni? Menjél, kompótozzál, alma kompótot eszik. De a teszkors, ez finom, tényleg nagyon. Na, elfogyott? Jövök. A tálból elfogyott. Várjál, Nikike. Most már egy kicsit jobban néz ki az arca. Ó, ne gyújts ki a gyelved. Na? Aztán többit eltesszük annyi kompótot már egy üveggel. Na, és azt akartam mondani, hogy aztán hívtunk, mondtam anyanak, mondom, kidobtad? Jaj, de jó, hogy adtam, azt kidobja. Kidobta a szemétbe a kompótot, ha nem kellett neki. És közben rakom meg ezt az egész üveggel. És ez ugye 3 napra van, így felosztom neki. Ugye, hogy a székelésén segítsek neki, ez jött be. Na. És akkor nem jöttek érte, kívtam anyut, anyu próbált elérni. Ismerősöket senki nem jött el, meg senki nem tudott jönni. És így fogtam, mondom, anyu, ne kérjétek senkitől segítséget. Megjött ugye Aniki pénze, meg anyu pénze, pont így esett az egész. Mondom, ide figyelj, fogjad magad, Uber taxiban, gyere be. Mondom, tudom neki, a gasztroenterológián vagyok, egy nappal előtte volt ott, úgyhogy már tudtam, hogy hol vagyok. Mondom, hívd be a taxit, álljatok meg itt előtte. Niki, nem szabad, itt az ajtó előtt, ugye arra akartam célozni, álljatok meg az ajtó előtt, és megfogom, és leviszem a gyereket valahogy. Följött anyum, akkor itt volt a taxi, mondom, fogjad itt a cucc. Én fölvettem a hátizsákot, megfogtam a gyerekemnek a derekát, mondom, gyere ügyesen, tegyed a lábad. Lementünk a liftbe, beültünk a taxiba, mondtuk, hogy a címet, meg minden azt már előre tudta, és hazajöttünk. Úgyhogy nem kértünk senkitől segítséget, hanem így oldottuk meg 10 000 forintt. Na utána megint jött a fekete leves. Mert egy papírt adtak. Ügyesen, nem szabad szétszedni a gipszet. Jó van. Utána megjött a fekete leves, mert egy papírt adtak oda. Ugye voltam én a Honvéd kórházban, egy zárójelentés. Egyébként itt vannak. Figyeld ezt a paksamétát. Ez egy kb. Ez 2 lapos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 papír. És egyet adtak oda. És kézzel taxival kellett vérte menjek. Na, ülj le, babám, ülj le, aztán játsszál még, jó? Úgyse tudok veled mit csinálni, nem tudok most sehova menni, meg semmit csinálni. Csak a gipszet hagyjad, jó? Ne piszkáljad. És taxival kellett visszamenjek. Hívtunk taxit, megint 10 000-é. A papíroké nem adták ide rendesen. Adtak a gyereknek valami savlekötőt, nem tudom miért kapta. Hogy azt szedjük minden étkezésnél. Azt a papírban nincs róla szó. Gluténtesztet csináltattam. Azt se, nem tudom, hogy meget csinálták, vagy se. Úgyhogy majd hívnom kell. Vagy lehet, hogy nem készült még az eredmény, mert jöttek vért venni, vagy nem is tudom, mi történt. Megmondom az őszintén, nem értettem. Úgyhogy ott már szétszett a félig, mentik a gipszet. Itthon is bontogatja, már nem annyira fogja térni, de itt olvastam a papírba, hogy vinni kell ide le a sebészet és kap körgipszet. Hát remélem, hogy azt a keményet kapja, hogy ne tudja már lebontani, vagy valamit. Nem tudom. Körjáró gipszet kap, vagy nem tudom, hogy mit. Oké, hogy így túl vagyunk már ezen az egészen, egy pokoli 3 nap volt. Lehet nem tartott volna 3 napig, de ugye ez a végbélbelis vérzés. Nem szabad! Nem szabad! Ezt meg kellett ugye nézetni, és így megnézték neki. Úgyhogy azt is most már megnyugodtam, hogy nincs ott komoly probléma, mert minden rendben van, negatív egyébként. Csak mondom, valami ott vérzik mindig, lehet egy kis sérülés, vagy valami ugye, amit székrekedés is okozhat. Bocsánat, hogy így erről elbeszélek, de hát erről kell beszélni, mert ez máshol is előfordulhat. És akkor most már itthon vagyunk. Hát tegnap már lefeküdt elég korán, és aludt egész jól.
És délután aludtunk, így hármasba, kutya is odabújt, ugye, mert nem voltunk itthon. Hát én elraktam, drágám, de kiszét adok üdítőt. Ne tedd oda a székre a lábad, mert elsem. Várjál, mert megigazítom. Mert kijött ez a fásli. Hát annyi fáslit vettem már, benne van a kezem, bocsi. Hogy már ennyi, hallod, a izé nincsen, a sürgőségi nem használnak el ennyi fáslit, mint amit itthon van már. Úgyhogy nagyon drága volt ez az egész már megint. De mindjárt jövök, mindjárt félkézzel adtok itt. Egy pillanat, ide leteszlek titeket. Úgyhogy... Elnyomta. Na, ugye. Csak össze kell illeszteni, de nem baj, legalább már nem tűnik el, mert tegnap több részben vettem föl a videót, mert ugrált össze-vissza, és eltűnt az elején, meg már megint nem tudom, mi van. Mert ebben ugye van szerkesztő, és összeszerkeszti. Ülj le, ide lányom! Úgy, ha itt áll, ülj le ide. Na, és akkor szépen most már ne fejtsd le, majd mindjárt megcsinálom. Mindjárt megcsinálom rendesen. Úgyhogy remélem kap valami körgipszet, hát attól félek, ugye. Hogy most ez a tér kiment kétszer, hogy most ide leviszem sétálni, és kimegy harmadszorra, az nagyon jó lesz. Vagy begyógyul rendesen, nem tudom. Azért kapta körgipszet, ugye. De az egyik ismerősöm, az mondta, hogy ő kétszer kapott körgipszet, harmadszorra úgy kiment a tér, de hogy műteni kellett. És ez ettől félek nagyon. Hát most már mentőt tudok hívni, most már azért második nap nem voltam olyan stresszes, mint előtte. De mondom, egyből a címet nyomtam, hogy nehogy az legyen, hogy nem talál ide a mentő. De nem is szólt bele. Mondta, álló, tessék, és mondtam a címet, és akkor mondta a dolgokat, és megvártam, míg végig mondtam, és akkor onnan kapcsolják ugye a mentőt. Én még sose hívtam ilyet. Hála a jó Istennek, nem kellett. Ügyesen tablettozzál. Nem érdeke, hogy benne lesz a tablet, ha ugye nem tudok mit csinálni vele. Úgyhogy ennyi, amit el akartam mondani, úgyhogy most gipszelve van neki a térde, és akkor ilyen járó gipsze van, és akkor le kell vinni pénteken, és akkor itt átgipszelik, vagy mit csinálnak vele. Remélem, hogy megcsinálják, mert ugye hétvégén került rá, hogy itt péntekre gondoltunk, majd előre megbeszélem, úgyhogy még egy tortúra lesz. Meg hát majd ugye le kell szedni. Na, Nikolett nem piszkálja, úgyhogy semmit nem tudok csinálni nagyon. Anyu jön minden nap beadni neki a gyógyszert, mert én nem tudom megszúrni, mert én nekem az tűt meglátom és elfehéredek. Úgyhogy én nem tudtam megszúrni. Úgyhogy édesanyám jön minden nap, segít. Most ugye éjjel nem aludtunk, úgyhogy most majd remélem, hogy elfárad a Niki, mert ő ilyen 2 órát aludtunk, 3-at éjjel, mert nem tudott. Úgyhogy aztán ennyi. Ez történt velünk. Nagyon kemény volt. Nagyon. Hát mindegy, most már túl vagyunk valamennyire rajta. Nagyon félek attól egyébként, hogyha így meggyógyul, vagy nem tudom, vagy hogyha esetleg valaki megnézi a videót, és történt vele ilyen, és csak kétszer ment ki neki, és többet nem, az írjon nekem ide, hogy megnyugodjak, hogy nem megy ki többet, meg tud úgy gyógyulni, hogy többet nem megy ki. Ugye ő vigyázni nem fog tudni rá, mert ő olyan bizonytalanul megy, meg minden. Vagy ha csak ha meg nem szólok neki, hogy vigyázz a térdedre, hogy lépsz. Ő ilyen tért izéket nem visel el. Na? 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 Hát ott van az üdítőben, még mit akart, te lányzó? Menjél be, ott az üdítő. Jó, mindjárt megyek. Na, menjél be, így hát addig mindjárt megyek én is, jó? 1 perc, elköszönök, jó? Jó van, menjél. Menjél, menjél babócám be. Úgy, menjél, ügyesen, ülj le, jövök. Úgyhogy most már jobb, eszik, most már kenyeret is, egyszerűen nem evett, lehet a fájdalomtól nem evett. Nem szabad leszedni, oda leülni, fotelba. Tedd föl. Úgy, ügyes vagy. Úgyhogy most már eszik, kenyeret is, mindent megeszik, jól leszik. Lehet, hogy egyébként ugye az volt a gond, hogy
fájdalmai voltak, csak hát nem volt betakatva a térde, mert akkor én azt észrevettem volna. Elköszönök, mert édesanyám hív, köszönöm, hogy velem tartottál, és megnézted ezt a videót. Szia, szép napot neked!